Tovább folytatódott a Sukoropera szegedi ítélőtáblán. Az első és másodrendű vádlottak védőügyvédjei az első fokon meghozott ítélet hatályon kívül helyezését kérik. Állítások szerint a szolnoki törvényszék nem megfelelően járt el az ügy tárgyalásakor. Első fokon 4 év börtönbüntetésre ítélte a szolnoki törvényszék a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi vezérigazgatóját, Tátrai Miklóst. Császi Zsolt, a cég korábbi értékesítés igazgatója, 3,5 évet kapott. A Sukoró ügy másodfokú tárgyalásán a vádlottak védőügyvédei ma szólaltak meg. Elmondásuk szerint az elsőfokú ítéletben több olyan eljárás jogi szabálysértést követtek el, melyre az ügyészség is felhívta a figyelmet. Ezért kéri Tátrai Miklós védőügyvédje, hogy helyezzék hatályon kívül az első fokon született ítéletet. A kihallgatott tanúk nagy része nem lett szabályosan figyelmeztetve a jogaira. Olyan személytávollétében tartották meg a tárgyalást, akinek a jelenléte szükséges lett volna. Tehát számtalan, ezek nagyon fontos szabálysértések ebben a körben. Az ügyvédek azt is nehezményezték, hogy csak a csereügyletet vizsgálták, semmilyen formában nem vették figyelembe, hogy a telek egy turisztikai beruházás részét képezte volna. Hozzátették továbbá, hogy az ügyben nem a szolnoki törvényszék lett volna illetékes. A másodrendű vádlott ügyvédje úgy fogalmazott, valamilyen furcsokból mégis Szolnokra került az ügy. Az országos bírói hivatal megkereste a szolnoki törvényszéket, hogy ennek az ügynek a tárgyalását pusztán technikai, ügyforgalmi szempontból tudja vállalni, akkor a szolnoki törvényszék úgy nyilatkozott, hogy sem személyi, sem technikai kapacitására tekintette nem tudja a Sukoró ügynek az elsőfokú tárgyalását vállalni. Az országos bírói hivatal ezt követően 8 törvényszéket talált alkalmasnak a tárgyalásra, amelyek között a szolnoki nem szerepelt, mégis ott tárgyalták első fokon a Sukoró ügyet. A szegedi ítélőtáblán zajló tárgyaláson ezek az érvek is döntőek lehetnek. A per jövő héten folytatódik, ítélet október 26-án várható.